Idén már 61. alkalommal szavaztak a sportújságírók a legjobbak legjobbjaira. Az év sportolója gálát szokás szerint a Nemzeti Színházban rendezték február közepén. A Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöksége és a Magyar Paralimpiai Bizottság 11 kategóriában először egy 10-es listát állított össze. Később ezt 3 fősre szűkítették, a végső győztes kilétére pedig a gálán derült fény. A főszereplők természetesen a kitüntetett sportolók voltak. Az egyes kategóriák 3-3 meghívott jelöltje. Ám rajtuk kívül neves előadó művészek, díjátadó hírességek, szupersztár díszvendégek is növelték az esemény fényét. Elsőként az év fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzőjét választották meg. Nagy örömmel és megtiszteltetés nevében veszek részt, és adhatunk át Ritával együtt a győztesnek egy bázát. Kamuti Jenő Belicei Sándort hirdette ki győztesnek, aki Hajmási Éva és Osvárd Tihárt kerekesszékes vívók edzője. Belicai Pécsi Anna Máriát és Szabó Ámost előzte meg. Az év fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzője Belicai Sándor. Az, hogy az ember edző lehet, az egy csodálatos dolog. Gyerekekkel foglalkozni és végigvinni őket egy úton, elkezdik 8-10 évesen, és aztán olimpiai dobogóra fölállítani, az egy csodálatos dolog. Az én pályámon két dolog ment mindig, a épek sportja és a kerekesszékes vívás. Mind a kettőt imádom, és azt hiszem az én pályafutásom így teljes, hogy ez a két szakág, ez benne van. Két csodálatos versenyzőm van, aki mindig ide a dobogóra fölsegít engem, hiszen most már harmadszor döntöttek úgy az újságírók, és nagyon köszönöm nekik. Remélem, hogy jól döntöttek. Hajmási Évi és Osváth Ricsi, aki most is versenyen vannak egyébként, két fantasztikus sportember, emberileg is és sportszakmailag is. Nagyon nagy dolog, hogy az ember edzőként dolgozhat, hiszen nekem ez a hobbim, és ha az embernek a hivatása is az, ami a hobbi, akkor az egy nagyon nagy dolog. A női kerekesszékes vívók nyerték el az év fogyatékos csapata címet a gálán. A dobogón az asztali tenisz vegyes párost, a szervát ültetett Tóth Irmát és Tóth Attilát, valamint a szervát ültetett férfi asztali tenisz párost, Tóth Attilát és Kóka Zalánt előzték meg. Ám a tagok Madarászné dr. Mező Boglárka, Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna és Veres Amarilla nem tudtak jelen lenni a rendezvényen, hiszen az Egyesült Arab Emirátusokban versenyeztek. Így távol létükben az atlantai paralimpián ezüstérmes Pálfi Judit vette át a díjat. Az év fogyatékos csapata díjat nyerte a női kerekesszékes vívó válogatott. Itt lennének, biztosan megköszönnék edzőiknek, a családnak, az összes olyan vívótársuknak, akik önként és dalolva ülnek be minden nap edzésen, ugyanúgy a kerekesszékbe, ahogy a vívó válogatott tagja is. Gelencsér Róbert szervát ültetett atlétát választották meg az év férfi parasportolójának. Gelencsér Mihálovics Tamás szervát ültetett atlétát és Osvárd Rihárd kerekesszékes vívót előzte meg. Azért is csodálatos ez a díj számomra, most így visszagondolva is, egy olyan valamiért kapom, amitől egyszerre kellett mondanom az életbe, a sportról. Ugyanis vesebetegként eltiltottak a sportolástól, amit persze nem tudtam feldolgozni, és a szervát ültetés viszont új életet adott. És hálával gondolok mindazokra az orvostudományra és az orvosokra, akik azért dolgoznak, hogy minél hosszabb életet tudjunk élni. Az év női parasportolója Gyurko Alexandra szervát ültetett úszó lett, aki Ekler Luca paraatlétát és Papp Bianca paraúszót előzte meg. A díjat pedig Vereckei Zsolt és Szabó László adta át. A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke beszédében felhívta a figyelmet arra is, hogy fogyatékosnak lenni nem azt jelenti, hogy vesztesnek lenni.